Orbán Viktor szerint nem lehet olyan szerződést aláírni az oroszokkal, mint amit 10 évre titkosítanak, azért, hogy, mint mondta, mi ne tudhassuk meg pontosan kik és hogyan befolyásolják az életünket. A miniszterelnök ezt nem a paksi szerződésről, és nem most mondta a 444.hu által megtalált felvételen. Még 2008-ban a Fidesz elnökeként a népszavazási kampányban bírálta a déli áramlatról kötött magyar-orosz megállapodást. Március 9-én azt is mondjuk el. Eddig, és ne tovább, sőt, hátrább az agarakkal. A 2008-as népszavazási kampány egyik budapesti fórumán a miniszterelnök nem csak a vizitdíjat, a kórházi napi díjat és a tandíjat kifogásolta, hanem a Gyurcsány kormány és az Oroszország között aláírt a déli áramlat gázvezetékről szóló megállapodást is. Tegnap és a mai napon megpucsolták a magyar parlamentet. A kormány puccsot hajtott végre a nép képviselők ellen. Ezt a mondatot ugyanezen a napon egyszer már Losoncon elmondta a miniszterelnök. Délután azonban tovább ment, teljes nyilvánosságot követelt. Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze. 2008-ban Orbán Viktor a vízidíj és a tandíj kapcsán fontosnak tartotta azt is, hogy az emberek életét hosszú távon befolyásoló ügyekben ne kelljen várni a választásokig. Fontos, hogy népszavazáson mondhassák el véleményüket. Igenis van. Egy demokratikus rendszerben mindig eszköz arra, a népszavazás ilyen, amellyel kimondhatjuk, hogy két választás között is, ha fontos ügyről van szó, nem engedjük át a döntés jogát se politikusoknak, se nemzetközi pénzügyi köröknek, se szakértőknek. 2 évvel később, 2010-ben Lázár János azt mondta, az oroszokkal való üzletelés mindig értékválasztást is tükröz, és aki az oroszokkal üzletel, az nem lehet a szabadság pártján. A miniszterelnök egyébként az oroszokat bíráló és a népszavazás intézményét fontosnak tartó mondatait több lakossági fórumon is megismételte. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!